A Fantavilla titka egyértelmű. Az öreghegyi közösségi ház egyrészt őrzi legendás igazgatója Tóth István elvét, miszerint megteremteni egyszer könnyű, ugyanakkor fenntartani és évről évre fejlődni igazi kihívás. Sorsszerű volt az, hogy én most őt megtaláltam, ugyanis 5 éve egy baleset folytán egyáltalán nem készített fotókat, nem volt kiállítása, befordult, depressziós volt. És azt mondta, hogy ezzel, hogy én őt megkerestem és felkértem, megváltoztattam az egész életét, mert újra elkezdett dolgozni, és újra hisz abban, hogy érdemes. Tehát ez nagyon érdekes, én ezt nem tudtam. Vajon milyen világ lehetett, amikor a kanász, a kondás, a gulyás és a csikós megbecsült öröklődő hivatást jelentett? Kása Béla megmutatja ezt nekünk, feketén, fehéren. Mindig is vonzódtam a pásztorok felé, már gyerekkoromban. Nagyon-nagyon szívesen mindig fölkeltem már hajnalban, amikor jött a csordás először nagyapáméknál, ahol az ormánságban nyaraltam. És vártam, hogy halljam, hogy a tehenek érkeznek, és engedik ki őket, az állatokat. Aztán jött a kanász, hatalmas ostor dúrogtatással. És hát ez úgy mindig érdekelt. Aztán egyszer csak, amikor már így úgy éreztem, hogy hát ez úgy szinte eltűnik a világunkból, nincs, akkor úgy kezdett hiányozni, és akkor kezdtem el ezzel foglalkozni. A ma embere az igricekről csak annyit tud, hogy a középkori énekek hordozói, őrzői voltak. A zergő, a tuda és a koboz maradt. Ugyanakkor megújult, újfajta hangszerelésben csodát hallhattunk. Középkori zenét hoztunk el ma este. Ebben lesz magyar népzene is, ami egy nagyon archaikus rétegét mutatja meg a magyar kultúrának, illetve a középkori Európa zenéi. Tehát lesz spanyol földről hozott ének, lesz németalföldi, és természetesen magyar.